az Equilor és a Corvinus befektetések és vállalati pénzügyi tanszéke közösen meghirdetett egy új, tudományos diákköri szekciót, amelynek a neve a Magyar Tőzsde Jövője. 13 dolgozat született, 7 jutott tovább a szóbeli meghallgatásra, és a 7-ből 5-öt díjaztunk. Mivel egy-egy dolgozatot ketten, tehát társszerzővel közösen is el lehetett készíteni, ezért ez körülbelül 20 embert érintett, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép siker. Így lényegében megduplázódott a tanszéken készült tudományos dolgozatoknak a száma idén. A választható témák az euró bevezetésének hatásai, a magyar tőzsde jövője, a magánnyugdíjpénztárak megszüntetésének következményei, illetve a vállalatfinanszírozás új lehetőségei voltak. Élvezetes, örömteli volt a meghallgatás, ami az Equilornál zajlott, az egyetem, a tanszék munkatársai és az Equilor munkatársai részvételével. Konzulensi segítséget is kaptunk az Equilortól, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon példaértékű együttműködés az egyetem és az üzleti szféra között. A nyertes társszerzői dolgozatot Krómer Péter és Mészáros Ádám készítette. A címe a hazai vállalatok finanszírozási lehetőségei 2012-ben. Azt tárgyaltuk részletesebben, hogy a magyar vállalati kötvénypiacnak van-e relevanciája Magyarországon ebben az időben. A konklúziónk az az, hogy a vállalati kötvénypiac jelenleg Magyarországon nem életképes, így a magyar vállalatoknak alternatív finanszírozási módok felé kell tendálniuk. A dolgozatban kitértünk rá 5 alternatívát, fogalmaztunk meg, a Széchenyi program, kombinált mikrohitelek, szindikált hitelezés, a Jeremy program jelenthet néhány vállalat számára megoldást, valamint az opciós kötvények, mint a vállalati kötvények egyes módosulata jelenthetnek megoldást a vállalati finanszírozásban. Személyesen én is a Corvinus Egyetemen és ezen a tanszéken végeztem a pénzügy szakon, úgyhogy számomra ez emiatt is fontos volt. Nekem az egyetem sokat adott, én úgy érzem, hogy a Corvinus Egyetem, illetve a Corvinus Egyetemnek a pénzügyi képzése az olyan magas színvonal, olyan konkrét gyakorlati tudást és tapasztalatokat ad az emberek számára, a hallgatók számára, amit érdemes támogatni, érdemes ezt a szellemi műhelyt minden erőnkkel segíteni. Az Equilor, illetve a Corvinus összesen 1 millió forintnyi pénzdíjat osztott ki, a fődíj 500 ezer forint volt. Ennek az egész versenynek a legfontosabb célja az volt, hogy olyan szempontokat, olyan új gondolkodásmódot tapasztaljunk meg, olyan információkat kapjunk a fiataloktól, amíg nincs elrontva különböző konvenciók, megszokások vagy rossz beidegződések által. És azt gondolom, ez a verseny, ez betöltötte ezt a funkciót. A személyes prezentációk során őszinte megdöbbenéssel hallgattam, hogy mennyire jól fölkészültem, mennyire jól fogják meg és reálisan fogják meg ezeket a témákat a hallgatók, és ha mondhatom azt, egy tőkepiaci hasonlattal nem pozícióból beszéltek, tehát ők semmilyen érdekük nem volt abban, hogy ők most dicsérjék, vagy lehúzzák a kötvénypiacot, vagy hogy pozitív vagy negatív értelemben nyilatkozzanak mondjuk a nyugdíjpénztári reformról, vagy átalakításokról. Tehát ők mindenképpen nagyon újszerű és nagyon alapos anyagokat adtak le, komoly elméleti munkát végeztek, és gyakorlati következtetéseket is levontak.